Szilágyi Kenese született 2010. február 10-én Makon. A telábat fűszfavessző, szabadon választott tánc kategóriában korcsost és sűrű magyart láthatunk. Felkészítő dr. László, kísér a Juhász zenekar. Korcsos! Nekem a tánc felszabadulást jelent, egy olyan dolgot, amit így majd tudok továbbvinni majd az életembe, és ha majd lesznek gyerekeim, akkor majd nekik át tudom majd adni. Egyszer szüleimmel néztük 2017-ben a tévét, és tekergettük ugye a tévét, és akkor ment a felszállott a páva. És voltak gyerekek is, felnőttek, és megtetszett, hogy ott táncoltak. És akkor mondta anyukám, hogy van itt egy nagyon jó táncegyüttes, forgatós táncegyüttes, és Tatával elmentünk a forgatós táncegyüttesnek a karácsonyi gálájára, és akkor el is mentünk oda, megnéztem a közösséget is, és most van 5 éve, hogy táncolok. Adott tánchoz, például egy délaföldihez nem csak az kell hozzá, hogy megtanuljuk a figurákat és az egész koreográfiát, hanem ahhoz még olyan pluszokat kell rakni, hozzátenni, hogy az egész lelkünket bele kell adni, meg az kevés, hogy ott a próbán megtanuljuk, hanem hazamegyünk, és ott is, otthon is gyakorlunk, éjfélig, meg sok izzadság kell hozzá. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem az a fontos, hogy megnyersz egy versenyt, hanem az a fontos, hogy te lelkileg ott voltál, és szellemileg. Hogy ha mondjuk egy bronz érmet elszereztél, akkor nem azt jelenti, hogy mert te olyan teljesítményű vagy, hanem azért, mert még lehetne picikét dolgozni azon a munkán, de attól még nem lehet egy ember rossz táncos. Nincs olyan, hogy rossz táncos. Mindenkinek van egy adott stílusa, és azt lehet mindig építgetni. A néptáncban a legfontosabb az az alázat, és az alázatban sok minden beletartozik, a tisztelet, a szív, ezt úgy értem, hogy lelkileg, hogy adsz bele mindent a táncba, hogy
Vége van egy próbának, hazamész, leülsz, játszol, eszel, vagy nézel tévét, mert az nagyon kevés, hogy a próbán, amit én tanultam, vagy amit mondtak nekem, hogy én tudom még a legtöbbet beleadni az én munkámba, és csak én tudom olyanvá tenni, amit majd a mesterem elvár tőlem. Hogyha fönt vagyunk a színpadon, akkor ugyanúgy kell kommunikálni a zenekarral. Mert az úgy nem ért semmit, hogy fölmegyek a színpadra, és gyorsan bekérem a zenét, és csak a végig a közönségnek táncolok. Hogy a zenekarnak is ugyanúgy lehet rámosolyogni, és ugyanúgy, hogy ha lassú picikét a zenekar, akkor picikét lehet így mutogatással is jelezni, hogy picikét azért lehetne a gyorsaságot azért fölvenni, és így lehet egy alázatot látni. Emlékszek, hogy volt egy fellépésem, ahol magyar vistai legényest táncoltam, és olyan jól esett, hogy én most ott szólóba táncolhatok, hogy a végénél már elkezdtem nevetni, hogy úgy, hogy olyan nagy öröm volt bennem, és mosolyogtam, hogy hát elkap egy ilyen öröm, hogy és ha lemegyek a színpadról még akkor is, hogy én még 500-szor is még fölmennék a színpadra, és eltáncolnám ugyanazt a táncot. Ez egy magyar vistai merre való, amint kint Kalotaszegen varják. Ez egy több évi munka, 6 év minimum, hogy megcsinálják. Ez konfirmálásra van kitalálva, és 16 évesen a fiúkra rávarták, a öreg asszonyok. Kamerázás az benne van a néptáncba, az a gyűjtés, hogy amiről ugye beszéltem, hogy ugye kimegyünk Kalotaszegre, és van egy olyan adatközlő, akit fölvennénk. Én ezért is kezdtem el videózni, hogyha majd elmegyek majd Kalotaszegre, akkor ha van olyan, akkor tudjak csinálni magamnak egy ilyen klippet, és akkor ezért kezdtem el. Én, ha 8-at elvégzem, akkor föl szeretnék menni Békés Csabára, tánca középiskolába, és utána egy saját tánc együttes szeretnék nyitni, és ha van, akkor a Magyar Nemzeti Néptánc Együttesbe szeretnék járni. Legényes!